hogyha ez így van, ahogy mondod, már pedig miért lenne így, hogyha tulajdonképpen a nagyságnak, vagy a nagy szabásnak a jelenléte az ilyen mély áramokba közlekedik, és jut el hozzánk, vagy kevesekhez, mint üzenet, akkor miért van az, hogy ennek a világnak ilyen fájdalmasan híja van ebben, hogy olyan kevesen és alig érzékelik ezt, és ahhoz képest, hogy ezek mekkora zsenik és mekkora királyok, és mekkorát mozdítanak a dolgok állásán, a való világon, a valóságon mégis olyan kevéssé látszik. Hát az áldozat szerepét játsszák, és erről még nem volt itt szó, hogy csak addig tűnik mulatságosnak egy ilyen őrült, egy ilyen mulattató, egy ilyen szórakoztató, amíg nem gondolunk bele a nyugtalanságának a tartalmába. Érted? Szóval, hogy aztán, hogy miért van az, hogy ilyen kevesen? Hát egyszerűen gondolj bele, hát mondjuk fut egy vonat melletted. Most már úgy hallom 160-nal is fog itt Magyarországon némelyik futni. Fut egy vonat 160, az nem kisebesség egy gyaloglemberhez képest. Most a munk az fölveszi a irdatlan csukáit, és beéri a vonatot, és együtt rohan vele. Pontosabban neki ez a természetes sebessége. Na most képzeld el, hogy ezt neked kell, vagy nekem kell megcsinálni. Ne, hát persze, hogy kevesen vannak, kibír 160 km/h-val egy életen keresztül rohanni. Nyilvánvalóan ez lehetetlen. Nagyon kevesen bírják, kipurcannak, kikészülnek, fölakasztják magukat. Vagy egyszerűen csak kisiklanak, egyszerűen megtörnek, elmennek 21 évesen nyugdíjba, és attól kezdve nézik a tévét, nevelnek gyereket, házat építenek, rombolnak, hitelt vesznek föl. Lopnak, csalnak, gyilkolnak, hazudnak, ki mit. A lényeg az, hogy azon a megnyugtató határon belül, amelyben a világ nem annak látszik, ami hát a civilizáció lényege az őrület elleplezés által, hogy nyilvánvalóan mindenki megbolondulna. Minek kell ahhoz történnie, hogy egy ilyen elég reménytelen állapotban lévő ország, mint amiénk, most mondjuk érteni kezdjen ebből valamit? Hát könnyű volna egy poént nyomni, hogy menjen 200-zal, de Magyarországon az égvilágon semmi nem segíthet. Itt 10 millió olyan gőg van, amelynek egyszerűen a kérge áthatóhatatlan. Senkihez nem tud eljutni, mert egyszer mindenki annyira gőgös, és ebből származik a nemzeti alaptulajdonságok. Legfontosabbik a néhány, legfontosabb az irigység, a léhaság és a nagyság elfogadásának a beteges hiánya. Én nem csak ebben a pillanatban, de eddig sem nagyon láttam különösebben okát olyan mondatoknak, amiket lehet, hogy én is megeresztek néha, de kínomban, vagy udvariasságból, ami azt jelenteni, hogy volna valami reménye. Ahhoz tényleg nekem most, ahogy kimegyek az ajt, nekem és neked és minek. Olyasmiket kéne elvégezni magunkon, amiket nem fogunk elvégezni egyszerűen, mert kényelemszeretetből. Cassavetesnek van egy döbbenetes mondata. Én már nem is tudom, talán a live streamben, hogy kérdezik a Gina Rollins-et, hogy neked mi a három legfontosabb dolog az életben, és fogalma sincs egyébként, hogy pontosan mit mondott, de valami ilyesmit mondott, hogy a legfontosabb először a kényelem, a pénz, a harmadik az anyám. Hogy ez három. Na most ez, hogy a kényelem egy alapvetően ilyen munki alkat volt, tehát a Gina Rollins a valóságban is és a filmekben is. Ez azért elgondolkodtathatna minket. Szóval, hogy mit szeretünk tényleg jobban, a forradalmat vagy a kényelmet?
szerintem 10 millió heves válasz jön, hogy a kényelem, a kényelem. Ez az ország tényleg kényelmesen akar nem tudni semmit átudatlanul a világról. Ezt is lehet választani, amíg lehet, de akkor ne csodálkozzanak a magyarok, illetve mi. Csodálkozzunk azon, hogy közben hát, vannak olyan történések a világban, amelyeket semmi közünk, és akkor ez így távolról fáj. Szóval menthetetlen, egyszerűen menthetetlen. Menthetetlen, mert tényleg olyan elemi dolgok hiányoznak belőlünk, mint az együttérzés, meg a szerénység. Olyan dolgok, amik nélkül egyszerűen semmifajta tudás. A legkisebb tárgyról sem igaz. Akkor se igaz, ha igaz. Szóval nem látok semmiféle. Nyilván ezt várod tőlem, úgyhogy én szívesen megfelelek ennek, de tényleg őszintén felelek, mert egyszerűen mondj kérlek egy olyan dolgot, ami azon kívül, hogyha lecsap egy katasztrófa, akkor a bajban három ember időnként összetartozik, és akkor segítenek egymásnak. Jön az árvíz, és akkor mindenki, hát néhány tömegnek látszó massza föltámad a magyarok között, és úgy, hát azért tudom, 56, nem szeretnék senkit bántani, de 56-ot se 10 millió magyar csinálta. És itt tovább. Szóval vannak ilyen történelmi csalások, amikor a tömeg az utcán, az a jelentős tömeg, mondjuk 60 ezer, 100 ezer, csinál valami, tényleg történik, de nem 10 millió csinálja. Érted? Szóval, hát változatlanul megy tovább ez a mókus kerék, és változatlanul lesz szükségünk áldozatra. Ezek a tudások, amik munkban vannak, és a munkhoz hasonlóan, ezek az áldozati helyzetbe került művészek lényeknek a kontúrjait adják. És hát valamiképpen szentek is egyszer, mint vagy a szentségnek. Hát tulajdonképpen igen, ha nem lábad rögtön könyvbe a szemünket a szótól, akkor ilyen. Kik voltak ilyen meghatározó tanítók, áldozatok, szentek a magyar kultúrába számodra? Hát elég sokat pusztult, és azok nagy része pont ezért. A magyar kultúrában is, akárcsak a németben, mondjuk az szintén közelesik hozzánk. Szóval az, hogy az a tény például, hogy a német kultúrának volt egy olyan korszaka, amikor a legnagyobbjai döbbeltes módon nem érték el a 30-at soha, mert se többnyire öngyilkossága ért véget nagy pályájuk. Az is mondva, amit a közép-európai térségről, hiszen nem csak Magyarországról van szó. De mi csak beszéljük Magyarországról az éppelei. Hát a magyar kultúrában áldozatok, hát mindenek előtt József Attila az egyik, ugye, akinek még az a szörnyű tudás is osztály részéül jutott, hogy életében tőke még azok se ismerték föl benne az igazán nagy költőt és a géniuszt, akiknek módjuk lett volna, minden szempontból módjuk lett volna rá. A legőszintébb barátai, akik igazán szerették őt, és úgy nyilatkoztak, hogy hát tudtuk mi, hogy ezek nagy versek, egy szép versek, de az, hogy az Attila az egy kínűsz, hát azt azért nem, hát ez a tökéletes képtelenség, az a vakság, ami mögött megint csak kényelmi mechanizmusok állnak. A föl nem ismerésre való elszántság, hogy úgy mondjam. Egy életet teszünk fel arra, hogy ne ismerjük föl azt, aki nagy, aki zseniális, aki hát ilyen áldozati szerepbe kényszerül a sztárnevét. Azt nem tudom megmondani, hogy nélkülünk, vagyis azok nélkül, akik erre szántuk el magunkat, létezik-e egyáltalán még, van-e értelme annak a szónak, hogy áldozat? Hát akkor hogy lenne belőle az, hogyha mi nem volnánk ilyen meg nem értők, és nem tudom mi. Szóval nyilván a dolognak legalább két oldalon nézni érdemes.
És hát ki még? Tulajdonképpen elég is volna jó sokat lehet mondani, de azért Hajnóczi Pétert is mondanék, akit mostanában, pedig azt hittem, hogy a teljes feledés borítja, mint ahogy a halál után mégis nem sokkal, hogy el is kezdődött, aztán az magyar irodalmi panteonból való kiírása is megkezdődött, aztán ez úgy sikere látszódott megtörténni, és aztán hirtelen Szegeden elkezdtek egyetemi emberek konferenciát szervezni, évkönyvet kiadni. Nem azt mondom, hogy ez olyan, de ez mégiscsak valamit jelez, hogy néhány embernek azért fontos volt, és fontos maradt az, hogy egy művészeti alkotás mögött bizony, hogy elképesztően fontos, hogy ki az, aki csinálja. Szóval az a hanta, amivel trágyázzák a földet, itt irodalomtörténészektől kezdve, politikuson át mindenféle elvetemült emberek, hogy tudnilik a személyiségnek és a művész személyiségének semmifajta jelentős szerepet ne tulajdonítsunk abban, hogy ahogyan a műveket ért, már hogy az ördögben, egy szép nőben ne tulajdonítsunk jelentőséget annak, hogy milyen szép ő. Nem egészen értem, akkor a szépségét hogy kezeljem el állóan az érzéki valóságától függetlenül? Hát hogy ne? Szóval, és hát a maga módján, ha ő nem drámai végkifejletekkel tette emlékezetessé magát, de Pilinszky is ebbe az áldozati szerepben létezett, csak a vége az nem lett ilyen szappanoperaszerűen áldozati, tehát nem ugrott vonat alá, és nem tudom. De hát tényleg nagyon sok van. Csolnok László, akit már nyilván senki nem ismer, ő író volt. A magyar irodalom egyik nagy tragikus figurája. Egy igazi drámai szereplője a 20. század kezdetének, illetve az előző végének. Lehetne tényleg írni egy teljesen másfél monográfiát Kródi Gyuláról is, aki szintén egy ilyen nagy darab ember volt, jegyezném meg, mint a Vong. Csak az ő drámája, ugye, meg ahogy ő állt az egész világhoz, az nem is hasonlít nyilván ehhez, hiszen Kródi egy olyan életet élt, ami ugye tele van az érzéki örömök levaló képesség bizonyságaival, és így tovább. Ugyanakkor meg az a végtelen tragikus elem, ami végig húzódik a művein, az a tény, hogy így messzi magasról, hát hogy is mondjam, ez karácsony előtt értik mindenre, és ezért semmiféle helyet igazán a komoly nagy irodalomban, se a nyugat, se a Herceg Ferenci hivatalos irodalmi világ nem biztosította számára, hogy aztán úgy ment tönkre, ahogy tönkre ment, ugye elszeged. Szóval ezek nem látványos elemei, és látszólag őt messze kergetik ebből az áldozati panteonból. Valójában az én érzékeim szerint ő nagyon is oda tartozik. Az a végtelen kiábrándultság, ami sugárzik Krúdiból, a tisztánlátása, az a fajta gyilkos irónia, ami végigköveti szintén a műveit és az életét, és hát az elképesztő karakter, amit Kródi hordozott, amit ma már nem nagyon ismerünk, ki tudja, hogy Kródi 2 méter volt. Már csak ennyi. 2 méter. Hát na ne, hogy semmi keresni vajon nem volt a lovas nomád, turulos vérzetű magyarok között. Na ne, hogy le akarták csapni, nem a fejét, törzsék. Tehát addig ért neki a magyarok átlag magasságát. Szóval lehetne sorolni, és tényleg lehetne írni egy más típusú irodalomtörténetet ezekről. Azt mondom, ez egy elég erősen közép-európai, nem csak magyar tulajdon, vagy
nem csak magyar jellegzetesség, hogy az költőnek, a művésznek szükségszerűen el kell jutni az őrületig, és onnan az öngyilkosságig, mert tanulmánytárs. Szóval ez a Kleiszti univerzum, ez tényleg elég határozottan Közép-Európára érvényes. Ezt nem találja meg így ebben a formában, semmiképpen nem találod meg se a nyugat-európaiak között, sem a, mondjuk a... Már a Balkánon is más a helyzet, szóval más vérmérséklet, más ételek, a fekete nők és ezzel összefüggésben különböző külső jegyek eltérő volt, csak ilyen furcsa ugrásokat tegyek, de tényleg elég zártan, behatárolhatónak érzem azt, ahol ez a fajta áldozati irodalom létezett, és létezni is fog.